Rendőrségi helyszínelés nyomai, a fűben heverő mobiltelefon és egy kerékpár látható a hatóság által készített felvételeken. Ezeket zsákmányolták azok a rablók, akiket a minap fogtak el a Tolna megyei rendőrök. Egy 14 éves kapospulai és egy 15 éves teveli fiú előbb elloptak egy biciklit Hőgyészen, azzal mentek át a Tolnai megye székhelyre. Majd ott egy buszmegállóban ülő fiataltól elkérték a telefonját azzal a hazugsággal, hogy ismerősüket szeretnék felhívni. A 18 éves sértett jó szándékból odaadta a telefonját, azonban ekkor a fiatalember, aki elvette tőle a telefont, azonnal elrohant a helyszínről. Sértettünk utána rohant, azonban utolérni nem tudta, mert a másik elkövető elütötte kerékpárral. Ekkor a sértett elesett, és 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az esetet éppen látta a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szolgálaton kívüli fegyveres biztonsági őre, aki bejelentést tett a rablásról, személyleírást adott az elkövetőkről. A rendőrök 3 percen belül el is fogták az elkövetőket, megtalálták a mobiltelefont. A 14 éves fiút lopásvédség, míg 15 éves társát rablásbüntet elkövetésével gyanúsították meg. A kollégáim mindkét férfit őrizetbe vették, azonban őrizetbevételük megszüntetése már megtörtént, kihallgatásukat követően mindkettőjüket szabadon engedték. Mindkét fiatal ember elismerte a bűncselekmény elkövetését. A 14 éves elkövetővel szemben jelenleg is nyomoznak a rendőrök, mert Tamásiban néhány napja egy robogót is ellopott. Azt a bűncselekményt is elismerte, és a motor is meglett. A jármű tulajdonosa egy levélben köszönte meg a rendőrök hatékony és segítőkész munkáját.